Szeretni hozzájutni egy kis FIFA zsetonhoz? Látogass el fifacoinsale.com-ra és használd a Markusz korot az 5%-os kedvezményét. Link a leírásban. Szevasztok srácok, én Markusz vagyok, ez pedig egy újabb karriermód epizód a FIFA 15-ből. Méghozzá, ha jól tudom, akkor ez a 8., de lehet, hogy a 7., most nem tudom, hirtelen epizódja a karriermódomnak. És most már tényleg bajnokok ligája mérkőzésén, úgyhogy elég kemény meccs lesz, ugyanis a Dortmund ellen játszunk, akik jelenleg vezetik a csoportot 2 győzelemmel, mi másodikak vagyunk, 1 győzelem és 1 XL. Oké, és akkor szerintem összeállítom gyors egy csapatot és kezdünk is. Oké, és akkor így áll a csapatunk, tehát világklasszisban játszunk, és szerintem meg is van a keret. Camp Nou-ban Barcelona, Borussia Dortmund, Bajnokok Ligája a 3. forduló. Marco Reus az előző csapata ellen lép ma pályára, úgyhogy ez neki egy különleges meccs lesz. Egy fejes, ez viszont mellé. Hú! Mekkora mákunk volt állnak, például mint most. És nagyon szépen blokkol Mascherano. Támadást Busquets. És látszak fél időben egyelőre Barcelona, Borussia Dortmund 0-0. Egyelőre nincs nagyobb szansunk. Javítani kéne nagyon. És már itt is vagyok a második fél idővel. Keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. És ott a gól! Ben van, bazd meg! Neymar! Micsoda megmozdulás volt! A 88. percben megszerezzük a vezetést! Hú, de kellett ez a gól! Messi és Neymar újra adhatott! De még micsoda lövés volt az Neymarhoz, de jó ég! És Messi hogy vitte ott el? Az is jó! Bent van! Első gólja a Bajnokok Ligájában! Vermaelen kibólintja, kicsit visszaállunk defenzívbe, de azért nem Pardeus. Basszus, lesérült Vermaelen, gyerekek! Mi történt? Valami nagyon fogta a bokáját, és akkor áll meg a játék, hogyha nagy baj van, úgyhogy Bartrát behozom. Itt valószínűleg rosszul esett, és rá is esett Hummels. Na és srácok! Itt van a vége ennek a mérkőzésnek, egy óriási szerencsés góllal, de meg tudtuk verni a Borussia Dortmundot, így megvan a 3 pont. És ezzel átveszük a vezetést a Bajnokok Ligájának a csoport körében, ebben a csoportban. Nagyszerű. 3-8-as lövési statisztika, te jó ég. Ki lett a meccsembere? Marc-André Ter Stegen, teljesen jogos. Itt vannak a további Bajnokok Ligája eredmények. Málen is kidőlt. És az El Clásico lesz a következő mérkőzés a videóban, és egyben az utolsó is a videóban. Vendégbe látogatunk tehát a Real Madrid csapatához október 26-án. És ugye ha ezt a meccset meg tudjuk nyerni a Real Madrid ellen, akkor akár az első helyre felugorhatunk a 7-ről. Na ez jó hír. Na, erre nagyon kíváncsi leszek. Vendégben tehát a Real Madrid ellen. Suárez vajon játszhat itt már? Így van, Luis Suárez bevethető, gyerekek. Lejátszon a kezdőként, játszon, megkapja az esélyt. Bizonyítson, hogy itt van a helye, Cuadrado helyett a csapatban. Aki most a kis padra szorul, Rafinha helyett. Abba Piqué, Mascherano, az a kettőset jó is lesz. Busquets, Reus és Iniesta a középpályán is áll. Tökéletes, srácok! És itt is vagyunk, srácok, a Santiago Bernabéu-ban. Ellátogatunk tehát a Real Madridhoz, ahol ma nyerni tudunk, akkor az első helyet átveszük a bajnokságban. A Real jelenleg az 5., de 2 meccsen le van maradva. Tehát csak ideiglenesen vehetnénk át ugye a Blancóktól az első helyezést.
Úgyhogy nézzük, de jó lenne ezt a meccset megnyerni, te jó Isten. Egy lövés! Bravo! Egy lövés, és ez is mellé, most ha tényleg nézze szorogat a Real, de szép volt ez a csel. Mascherano bedobja Suáreznek! Suárez mekkora az ígyszer! Ne csináld! Suárez! Luka Modric. Hua, nem figyelt Piqué eléggé. Már. Luis Suárez bomba! És Ter Steg. Ter Stegen. Keylor Navas véd. Basszus, most bevetette nagyon lábát. Egy fejes, és sajnos vezetés szerez a Real Madrid. És Sergio Aguero volt a fejes szerzője. Bél nagyon megetette a Jordi Albát sajnos. Bravo pedig tehetetlen ilyen közelről. Sergio Aguero harmadik találata a bajnokságban. Neymar. Royce, óriási labda Messinek, Messi! Kapufa! Kapufa! Messi, hát mekkora paszt kapott Royce-től, ennél nagyobb labdát nem lehet adni a világon, te jó Isten, szent jó Isten. Sőt, még Messi is megy. Messi! Leo Messi! Azt a 500-at neki majdnem beverte a jobb felsőbe! Úha! Keylor nem az földbe gyökeresztek a lábai. Busquets. Szép a becsúszás. Iniesta. Cuadrado! Hát az hihetetlen, nem megy be semmi itt a végére. Kihajni lehetetleneket is kihagyják. És! De nem hiszem el, Messi! Ki kéne csikarni. De hát így, hogy semmi sem megy be a Realnak egy cicerből egy óriási pek. Hú, de ez szép volt. Üres a terület! 2-0. Nincs szerencsénk egyáltalán ma. Cristiano Ronaldo a gólszerző. Sajnos kettő ilyen mág gólt szerez a Real, most is láttuk, hogy nem csúsztatja meg a Aguero, akkor gyakorlatilag nem kerül Ronaldohoz a labda. Royce, és ez sem megy be, elképesztő. Kirúgta. Játékos! Hogy is srácok, kikaptunk a mai El Clasicón, bár megérdemeltük volna a győzelmet, de egyszerűen nem volt semmilyen szerencsénk. 2-0-ra nyert a Real Madrid tehát. Aguero és Cristiano Ronaldo góljával. És akkor ennyi lett volna ez a videó, srácok. Én remélem tetszett nektek, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Markus voltam. Szevasztok!